Elismerés. Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában olyan székelyföldieknek, akik sokat tettek közösségeik felemelkedéséért. Deficit. Negatív rekordot ért el februárban Románia GDP arányos költségvetési hiánya. A miniszterelnök továbbra sem lát semmi gondot, habár a gazdasági szakértők már hónapok óta kongatják a vészharangot. Bárányhús. Kevesebb idén az eladó bárány a húsvét korai időpontja miatt, ezért az ár is magasabb. Átlagosan 55-60 lejt kérnek egy kilogramm húsért. Ez a híradó, köszöntöm Önöket! Összeállt az RMDS Szatmár megyei tanácsosi listája. A csapatot szakmai sokszínűség jellemzi, amelynek célja, hogy az elmúlt két mandátumra jellemző dinamikus fejlődés a következő 4 évben is folytatódjon. A rangsoroló ülésen Pataki Csaba tanácselnök azt is kihangsúlyozta, nem akarják, hogy a magyarságot beszorítsák a templomokba és iskolákba. Szatmár megye minden területéről érkeztek küldöttek a Szatmár Németi megmaradás házába, hogy megszavazzák, milyen sorrendben szerepeljenek a jelöltek az RMDS megyei tanácsosi listáján. A jelenlegiek közül 3 személy kivételével mindenki indul a megyei önkormányzati választáson, a rangsoroló szavazás alapján pedig továbbra is ütőképes csapat alakult ki. Jogásztól, tanáremberen keresztül, sporthoz értő mérnökökön, közgazdászok, vállalkozók, az élet minden szakterületéről hozzák magukkal a tudást. Mindenki mögött van egy szervezet, mindenki mögött van egy szakmai szervezet, és ezért ez tényleg egy ütőképes csapat. Jelenleg az RMDS a megyei tanácselnökkel együtt 16 tisztséget tölt be. Szeretnék, hogyha a következő mandátumban is legalább ennyit megszerezhetnének. A megyeszékhelyen Szatmár Németiben is összeállt már a tanácsosi lista, a polgármesteri tisztségre pedig továbbra is Kereskényi Gábor pályázik. A kialakult csapat szerintem maximálisan meg fog tudni felelni annak az elvárásnak és annak a célkitűzésnek, hogy mi Szatmár Németiben közösséget építünk, otthont építünk és jövőt építünk. 7 év töretlen fejlődésének időszaka áll mögöttünk, és nagyon fontos az, hogy ezeket a megvalósításokat ne hagyjuk veszendőben. Az ülésen az európai választásokra való mozgósítás fontosságát is hangsúlyozták. Az aláírásgyűjtés során, ha nem beszélünk az embereknek az Európai Uniós, Európa parlamenti választások tétjéről, akkor senki nem fogja ezt helyettünk elvégezni. Akkor nem fogják a közösségünk tagjai tudatosítani a valódi tétjét június 9-ének. A politikusok arról beszéltek, hogy meg kell mozdulnia a magyarságnak annak érdekében, hogy a jövőben se tudja senki beszorítani a templomokba és az iskolákba, hanem ott lehessenek a hivatalokban is, sőt a parlamentig is, Brüsszelig is eljusson a hangjuk. Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában olyan székelyföldieknek, akik sokat tettek közösségeik felemelkedéséért. A 8 díjazottnak Tóth László főkonzul adta át az elismeréseket, az ünnepségnek a csíkszeredai Zengőtér adott otthont. Március 15-e tiszteletére Sulyog Tamás köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket adtak át kedden Csíkszeredában. Magyar Érdemrend lovagkeresztje elismerésben részesült Bilibó Géza, a Tusnádfürdői Római Katolikus Plébánia plébánosa. Magyar Arany Érdemkereszt elismerést kapott Antal József, az Udvarhelyi Néptáncműhely táncművésze, koreográfusa, Bálint Sándor, a Székelykeresztúri Nagyküküllő Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója, Géci Gellért, Négyfalu alpolgármestere, Petki Pál, a Brassói Áprili Lajos Főgimnázium nyugalmazott igazgatója, Xantusz Géza képzőművész, valamint Péter György, a Gyulafehérvári Caritas szociomedikális ágazat igazgatója. Magyar ezüst érdemkereszttel értékelték György Sándor, a Román Vasút Társaság Gyergyószentmiklósi nyugalmazott állomásfőnöke munkáját. Ezt az elismerést ma nem Géci Gellért fogja kapni, hanem a négyfalusi, hétfalusi Csángó magyar közösség, hiszen az a 20 éves munkásság, ami ez a
ez elismerés mögött áll, ez tulajdonképpen a közösségi munka, amit én a közösségemért, a barszasági csángokért elvégeztem, és ilyen meggondolásból tehát a közösség lesz ma méltatva itt ezen a mai rendezvényen. Bálint Sándor, a Székely-Keresztúri Nagyküküllő Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója, volt elnöke, a Székely-Keresztúri Unitárius Egyházkör korábbi felügyelő gondnoka, a Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vette át. Értékelése annak a munkának, melyet mondhatni 38 éves pályafutás alatt végeztem, mert mindig a közösség érdekébe szerettem és dolgoztam, mert az egész pályafutásomat a szövetkezeti életbe töltöttem el, az egyházba töltöttem, mikor megkértek és felkértek bármilyen munkára, és próbáltam a kultúráért is tenni tehetségem szerint. Két kitüntetett, Tamási Zsolt József, a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgimnázium újraalapító igazgatója, a Szapiencia Alapítvány és az Erdélyi Római Katolikus Státus kurátora, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke, a Magyar Érdemrend a lovakkeresztje, valamint Berszány Tibor, a Bertis cégcsoport és a Bertis Hungary Kft. Alapítója és ügyvezetője Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetését egy későbbi időpontban veszi majd. Hatalmas mértékben nőtt a költségvetési hiány az idei év első két hónapjában Romániában, bár az RMDS politikusai és számos gazdasági szakértő már hónapok óta kongatja a vészharangot, a miniszterelnök továbbra sem lát semmi gondot abban, hogy egyre nagyobb a lyuk az államkasszában. Negatív rekordot ért el februárban Románia GDP arányos költségvetési hiánya, és 1,67%-ra ugrott. A pénzügyminisztérium adatai szerint február végén csaknem 29 milliárd lei volt a deficit, 56%-kal nagyobb a tavalyinál, és 132%-kal nagyobb 2022 azonos időszakához mérten. Ez annak tudható be, hogy bár az állami bevételek közel 87 milliárd lejt tettek ki az év első két hónapjában, és 17,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbi értéket, a kiadások közel 116 milliárd lejre emelkedtek, és ez az érték 27,11%-kal nagyobb, mint 2023 első két hónapjában. A miniszterelnök szerint azonban nincs semmi gond a költségvetési hiány cél teljesítésével. Nincs semmiféle gond a deficittel. Volt néhány kifizetés, amelyet a Védelmi Minisztérium eszközölt januárban és februárban. Az Országos Adóhivatal teljesítette a bevételi célkitűzéseit, most először mindkét hónapban sikerült ez, de február általában egy gyengébb hónap a bevételek terén. Várjuk meg az első negyedévi adatokat, és akkor konkrétabb adatok alapján beszélhetünk. Azt azonban garantálom, hogy nem lesznek új adók. A vállalkozói szféra már hónapok óta jelezte a kormánynak, hogy meggondolatlan intézkedései növelni fogják a költségvetési hiányt. Az RMDS is folyamatosan kongatja a vészharangot már tavaly óta. A kormány számos rossz döntése sodort ebbe a nehéz gazdasági helyzetbe, állítja Kolcsár Károly képviselő. A vállalkozói szférára plusz terhet róttak ki. A kormány intézkedései miatt gyakorlatilag a közberuházásokat leállították, ezáltal az önkormányzatokat gyakorlatilag ellehetetlenítették. Az önkormányzatok nem tudtak fizetni a vállalkozóknak, a munkavállalóknak, és ez is költségvetés bevétel hiányt okozott. A Csoláku kabinet egyébként idén 5%-ra szeretné csökkenteni a költségvetési hiányt a tavalyi 5,68%-ról. A célkitűzést egyenesen utópiának tartja a Költségvetési Tanács és az Európai Bizottság is, amelynek gazdasági pénzügyi vezérigazgatósága inkább 7% körüli deficitre számít. A következő hónapokban újabb fizetésemelésekre kerül sor, és szeptemberben lép hatályba az új nyugdíjtörvény is, ezek pedig lényegesen felpörgetik majd az állami kiadásokat. Ha ezekhez nem társul kellő bevétel, a deficit csak tovább mélyül. Új törvénytervezetet iktat Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, amely az ikreket nevelő családok hétköznapjait könnyítené meg. Ikergyermekek születése esetén a család az első 6 hónapban kisegítő személyzetet alkalmazhatna, a javadalmazást pedig a Családügyi Minisztérium finanszírozná.
Ahova két vagy három gyerek érkezik egyszerre, nem csupán, hogy dupla vagy tripla felelősség, hanem a család anyagi kiadásait is jelentősen megnöveli. A családoknak pedig biztonságra, kiszámíthatóságra van szüksége ahhoz, hogy gyerekeket vállaljanak. Számolt be sajtótájékoztatón Csép Éva Andrea, az RMDSZ parlamenti képviselője. Elmondta, ikres szülőként maga is megtapasztalta, milyen kihívásokkal szembesülnek az édesanyák, és a sajtótájékoztatón jelenlévő két és hármas ikres édesanyákhoz hasonlóan segítség nélkül ő is nagyon nehezen tudta volna a helyzetet. Ezért olyan jogszabályt kezdeményezett, amely az ikres szülők helyzetén javítana. Nagyon fontos lenne az első fél évben segíteni azokat a családokat, ahol egyszerre két pici baba érkezik, és egy állami támogatást nyújtani egy asszisztencia segítségével. Hiszen egyszerre kettőt öltöztetni, egyszerre kettőt pelenkázni, egyszerre kettőt etetni, egyszerre kettőt böfisztetni, egyszerre kettővel elmenni sétálni, ez csak elképzelhetetlen, hogy mit jelent akár egy személynek ezt ellátni. A törvénytervezet az első 6 hónapban 8 órás minimálbérrel foglalkoztatott kisegítő személyzet alkalmazására ad lehetőséget az ikres szülőknek, ennek bérét a Családügyi Minisztérium finanszírozná. A kisegítőnek kötelező módon csecsemőgondozói tanfolyamot kell elvégeznie, és nem lehet büntetett előéletű személy. Amennyiben az ikres családok nem élnének ezzel a lehetőséggel, akkor az első 6 hónapban mindkét szülőnek megadnák a lehetőséget, hogy gyereknevelési szabadságot vegyenek ki. Gergely Anna Mária 2011-ben szülte ikerlányait, de akkor még csupán az egy gyermek után járó gyereknevelési támogatáson kívül más anyagi segítséget nem kapott. Szívesen állt most a kezdeményezés mellé. Jó eséllyel például ikres déd nagymama leszek, és hogyha már ők nekik könnyebb lesz egy picit, akkor megérte. Meg hát már most jelen pillanatban is van törvénytervezet erre, vagy most születendőben van, és hogyha ezt elfogadják, akkor már a következő generációnak könnyebb lesz. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy Romániában évente 4000 ikerpár születik, ez az összes szülés 2%-át teszi ki. Csép Éva Andrea elmondta, a törvénytervezetet jövő héten fogja benyújtani, és annak sürgősségi tárgyalását fogja kezdeményezni. Tudomásul vette a parlament Klaus Johannis államfő levelét, amelyben arról tájékoztatta a törvényhozó testületet, hogy a NATO reagáló erők szükség esetén katonai műveletek előkészítése vagy végrehajtása céljából beléphetnek idén Románia területére, állomáshozhatnak vagy áthaladhatnak az ország területén. Johannis emlékeztetett, hogy felerősödtek a regionális és globális szintű konfliktusok, az ukrajnai invázió 2023 folyamán pedig állóháborúvá vált, azonban Oroszország nem adta fel az invázió eredetileg meghirdetett céljait. Az államelnök levelében ugyanakkor kiemelte, hogy szükség van a parlament előzetes jóváhagyására ahhoz, hogy a NATO reagáló erők fogadásához szükséges intézkedéseket rövid időn belül, azaz 72 óra alatt végre lehessen hajtani. Megnövekedik a kereslet a bárányhús iránt a húsvéti ünnepek idején. Az idei húsvét korai időpontja miatt azonban kevesebb az eladó bárány, ezért az ár is magasabb. A jótenyésztő gazdák elégedettek, a vásárlók viszont olcsóbban szeretnének hozzáférni a bárányhúshoz. Báránybőgéstől hangos a farma Maros megyei Nyomáton, ahol 600 juhot és 450 bárányt nevel Kovács Sándor juhtenyésztő. Ezek a bárányok még biztosan a nyájban maradnak őszig, ugyanis ennyi juhfejését nem tudják megoldani segítség nélkül. A húsvéti bárányra lenne kereslet, de a juhtartók inkább kivárnak és ősszel adják csak el az állatokat, amikor már átlagosan 35 kg-osak lesznek. A bárány, illetve a bárányhús jelenlegi árával meg vannak elégedve, mondta. Az ár az most elég tűrhető, elég jó az ár most. 23 lejtő, 27-28 lejik van élő súlyba. Tehát elég oké. Most már a gazdák így küldeküt meg vannak elégedve az ára. Idén viszonylag korán van a húsvét, emiatt kevesebb állat érte el a vágósúlyt. Gyergyó környékéről leginkább Olaszországba viszik fel az állatokat, de a 10-15 kg-os bárányra csupán 24 lejt ígértek. Bajkó Zoltán gyergyóditrói juhtenyésztő is azt mondja, emiatt inkább őszig nevelik az állatokat, nem éri meg a gazdáknak most eladni őket. Aki viszont mégis szeretne hagyományos bárányhúst elkészíteni az ünnepi menühöz, annak jól a zsebébe kell nyúlnia, hiszen évről évre egyre drágábban lehet bárányhúshoz jutni. Van kereslet, viszont sokan húzzák az órukat, hogy most 45 lej, sok helyt 50 lej a bárán ára, viszont
amelyik fogyasztó tudja, hogy mennyi problémával jár, az viszont megveszi a báránhúst, és nem panaszkodik, hogy drága. A marosvásárhelyi üzletekben átlagosan 55-60 lejt kérnek egy kilogramm húsvéti eledelért, a bárány belsőségeket pedig kilogrammonként 35 lejért értékesítik. Több gyereket vállalnak a romániai magyar értelmiségi családok, mint a magasan iskolázott román családok, derül ki több kutatásból is. A Híradónk által megkérdezett szociológus szerint ennek ideológiai okai vannak. Több felmérésből is kiderült már, de a PISA teszt eredményeiből igazolható a leginkább az, hogy a romániai magyar értelmiségi több gyereket vállal, mint a román értelmiségi, mondta Híradónk megkeresésére Kis Tamás, szociológus. Míg a magyar középosztálybeli családokra jellemző, hogy három vagy akár több gyereket is vállalnak, addig a román, ugyanebbe a kategóriába tartozó családoknál gyakori, hogy csak egy gyerek van, vagy egyáltalán nincs. A szociológus szerint ennek ideológiai okai vannak, illetve a történelmileg beágyazott népesedési diskurzusoknak a különbsége áll a háttérben. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek alapvetően ideológiai okai vannak, tehát ugye ugyanabban a strukturális környezetben vannak az erdélyi magyar és az erdélyi román felső-középosztálybeliek, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezőek, ugyanannak a népesedés politikának az alanyai, ami különbözik, ez a ilyen nemzeti szinten szerveződő ideológiai aspektus. Elmondta, a magyar kultúrkörben jóval nagyobb kulturális beágyazottsága van a nemzethalál és a demográfiai fogyás fogalmaknak, ami a gyerekvállalást összekötötte a nemzeti reprodukciónak a kérdéskörével. A román kultúrkörben viszont kevésbé jellemző az ilyen ideológiák jelenléte, sőt, Ceausescu erőszakos abortusztilalomra alapozó népesedés politikája a román értelmiségi réteget inkább elriasztotta a gyerekvállalástól. Érdekesség, hogy az erdélyi magyarokra az jellemző, hogy a magasan iskolázottak mellett az alacsonyan iskolázottaknak is több gyerekük van, mint a középfokú végzettséggel rendelkezőknek, így egy U alakú görbe keletkezik abban a tekintetben, hogy ki mennyi gyereket vállal. A románoknál viszont egy negatív összefüggés van az iskolázottság és a gyerekvállalás között, mivel minél magasabban képzett egy adott család, annál kevesebb gyereket vállal, így az alacsony végzettséggel rendelkezők vállalják a legtöbb gyereket. A végéhez közeledik a két éves program, amely az I Am My Advocate nevet viseli. A Juppi Tábor Mozgalom Egyesület kezdeményezésének célja felkarolni a krónikus betegeket és egy támogató hátteret biztosítani a könnyebb megküzdéshez. Két éve indította útjára a Juppi Tábor Mozgalom Egyesület az I Am My Advocate nevű programot, amelynek célja a krónikus betegek felkarolása és támogatása. Elsősorban abban segítenek nekik, hogy hallatni tudják a hangjukat és érvényesíteni tudják a jogaikat, avagy saját maguk szószólójuk legyenek. A sajtótájékoztatón László Zsuzsa, az Egyesület elnöke számolt be az eddigi eredményekről. Elmondta, ennek a kezdeményezésnek négy fontos eleme van, ide sorolható például az online közösség, amit biztosítottak számukra, vagy a nyári élménytáboraik. A harmadik dolog az egy mentorprogram volt, ami azt jelenti, hogy egy kamaszt, aki egy krónikus betegséggel él, összekapcsoltuk remélhetőleg egy ugyanolyan krónikus betegség fiatal felnőttel. És akkor úgymond a felnőtt tudta őt segíteni, tanácsot adni, nem orvosi tanácsot, de hanem egy ilyen ismerem, értem, tudom milyen volt típusú segítség, amilyen ugye neki nincs ahonnan legyen. Egy ötletbörzét is szerveztek, amely a jogaik érvényesítésére ösztönözte a krónikus betegeket, feltérképezve a közösség megoldandó problémáit. A sajtótájékoztatón a program pár résztvevője is megszólalt online vagy offline formában. Összesen 200-an vettek részt a kezdeményezésben. Bianca Poénáru 24 éves és két éve vérrákkal diagnosztizálták. Ennek nyomán talált rá a Juppira. A Juppinál szerzett tapasztalataim önbizalmat adtak nekem, és az itt végzett tevékenységeim megerősítettek abban, hogy annak ellenére, hogy megküzdöttem a rákkal, jó dolgokat tehetek a közösségért és más fiatalokért, akik hasonló dolgokon mentek keresztül, még ha nem is ugyanazokon. Az Egyesület a már hagyománnyá vált táborait idén is megszervezi. Ezek ingyenes élményterápiás táborok rákbeteg, diabéteses vagy más autoimmun betegséggel élő gyerekek és családjaik számára. Kolozsváron szervezték a 7.-8. osztályosoknak kiírt Jancsó Benedek történelmi emlékverseny döntőjét.
A végső fordulóba 10 legjobb háromtagú csapat jutott, akik Erdély különböző pontjairól érkeztek a Kincsesvárosba. A hétvégén zajlott a 8. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny döntője Kolozsváron, amelyre a 7-8. Osztályos diákok jelentkezését várták. Jancsó Antal, a szervező alapítvány elnöke elmondta, Jancsó Benedek egykori kiváló történész emlékét kívánják ápolni a vetélkedővel. A Jancsó alapítvány a 8. alkalommal szervezi Jancsó Benedek történész, székely történész emlékét őrző történelemversenyt Erdélybe. Erdély valamennyi magyar nyelvű általános iskolája meghívást kap idén. 46 iskolai csapat jelentkezett erre a versenyre, és a legjobb 10 csapat az, amelyik a döntőbe bekerül, amit itt Kolozsváron a Protestáns Teológiai Intézetnek a dísztermébe tartunk. A kétfordulós verseny első fordulója online zajlott. Egy szabadon választott formában dolgoztak fel a verseny témájában meghirdetett királyok uralkodásához köthető történelmi eseményt, csatát vagy legendát, irodalmi feldolgozást. Magyar történelem a téma, illetve hát azon belül mindig szűk, tehát megvan adva mindig egy olyan időszak. Hát most éppen 3. Bélától 4. Béláig, tehát még nem feltétlenül tradicionálisan az Árpád-kor és ilyen hagyományos nagy időszakokat fog át, hanem ennél kisebbet, és pontosan azt a célt szolgálja, hogy jobban el tudjanak mélyedni egy-egy korszakban, tehát többet kapjanak belőle, mint amit az iskolai oktatás tud adni. Fazakas Anna Nagyszalontáról érkezett. Elmondta, sok új ismeretre tett szert a verseny során. Nagyon jelentős részét tették ki a történelmünknek, és nagyon fontos volt szerintem, hogy erről kicsit többet tanuljunk, mert amúgy az iskolai anyagban nem feltétlen van benne, és nagyon jövedelmező lesz ez a jövőben szerintem. Két társával Szent Margit életét dolgozták fel prezentációjukban. 12. alkalommal szervezték meg a 3. diákok egyik kedvenc versenyét, a Napsugár Ötusa bajnokságot. A Maros megyei döntőn 17 csapat küzdött meg egymással. A csapatok ünnepélyes bevonulásával kezdődött a 12. Napsugár Ötusa bajnokság Maros megyei döntője. A 4 fős csapatok 5 versenyszámban mérettették meg magukat. Ügyességi akadálypálya, célbadobás, egyensúlyozás, helyből távolugrás, váltófutás, ebből 2 egyéni, 2 pedig közös szám. A gyerekek a váltófutást tartják a legnehezebb próbatételnek. Nagyon sokat gyakoroltunk, mert a körzeti döntőn az volt a leggyengébb nálunk. Bálint Julianna, a rendezvény főszervezője szerint a felkészülés összekovácsolja a csapatokat és csapatszellemre neveli a gyerekeket. Nekünk ez egy ilyen szívügyünk lett, ez a Napsugár Ötusa verseny, és én úgy gondolom, hogy mindenképp erő, állóképesség, akarati tényezőket is fejleszt ez a verseny, és valójában egy igazi jó buli, mulatság, úgyhogy nagyon, nagyon szeretik a gyerekek, és már nagyon készülnek évről évre ezen részt venni. A bajnokságot Zsigmond Emese, a Napsugár volt főszerkesztője találta ki azoknak a 3. osztályosoknak, akik nem feltétlenül a tantermi feladatokban, hanem inkább a mozgásban jeleskedtek. Maros megyének köszönhetjük például, hogy ekkora siker lett. Innen, ebből a megyéből, de más felhívásunkra is, ebből a megyéből szoktak a legtöbben jelentkezni. A nagyszerű tanítónők és nagyszerű testnevelő tanárok válaszoltak a hívásunkra, és ahogy teltek az évek, egyre több csapat jelentkezett, úgyhogy most már az idénre elértük csak Maros megyében a 40 valahány jelentkezőt, közülük most a legjobb 16 van itt. Úgy fogalmazott, a fő cél, hogy megtanuljanak közösségben küzdeni a gyerekek, és minél többet mozogjanak. Idén 17 harmadik osztályos csapat mérte össze rátermettségét, és küzdött meg egymást. Egyenlített a Marosvásárhelyi Medicína Sporttal folytatjuk. Az első meccset 5 játszmában elveszítette, a másodikat azonban 3-ban már megnyerte a Marosvásárhelyi Medicína Egyetemi Sportklub női röplabda csapata a Fécsi Árgyispítést elleni play-out sorozatban. A 3 győzelemig tartó sorozat győztese bennmarad az A1 osztályban, a vesztes viszont kiesik.
Váratlanul elveszítette a Fécsi Árgyés elleni első mérkőzést hazai pályán a Marosvásárhelyi Medicina Egyetemi Sportklub a női röplabda A1 osztály kiesés elleni rájátszásában. Másnapra azonban sikerült összeszednie magát és magabiztos győzelmet aratott, így egyenlített a 3 győzelemig tartó sorozatban. Ma csapatként viselkedtünk, csapatként küzdöttünk és sokat változtattunk a meccstervünkön is. Szerintem nagyon jól játszottunk és gratulálok a csapatnak, ahogy sikerült mindössze 24 óra alatt megváltozniuk. Így kell játszani a győzelemhez. A játékosok szerint bebizonyították, hogy tudnak csapatként játszani és győzni is, amire nagy szükségük volt, hisz az egyértelmű cél a bennmaradás kivívása. Őszintén szólva, tegnap nagyon nehéz meccsünk volt, 3-2-re kikaptunk, de azt hiszem, ma bebizonyítottuk, hogy nagyon jól felkészültünk, hogy tapasztalt játékosok vagyunk, és azt hiszem, ma úgy uraltuk a mérkőzést, ahogy tegnap is kellett volna. Pitest egy harcos csapat, és sajnos 1-1-jel utazunk az ottani 2 mérkőzésre, de én abban bízom, hogy nyerni fogunk, dolgozunk ennek érdekében. A sorozat 2 következő mérkőzését április 13-án és 14-én rendezik Pitesten, szükség esetén egy esetleges 5. találkozónak ismét Marosvásárhely ad otthont. Időjárás jelentésünket is mutatjuk a folytatásban, a híradó véget ért. Én köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. Minden jót kívánok a viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.